üdvözlök mindenkit, Necroclim vagyok. Igen, jól látjátok a címet, a Battlefield 5 elbukott. A vagyis az IE negyed éves beszámolója alapján a befektetőinek. Ugyanis a játék állítólag egy millióval kevesebbet adott el, mint amire e számítottak. Na most ez ez a 1 millióval kevesebbet adott el, mint amire számítottak. Ez konkrétan 7 millió volt. Szóval, uh, ja, és ettől 1 millió, 1, 7 milliót eladott, és 1 millióval kevesebb. Tehát több, többet és többet akartak volna. Na most, mindazoknak, akik aggódnak a Battlefield sorsa miatt, ne aggódjatok, mert ez egy negyedéves beszámolóról beszélünk, és ebben a negyed évben az IE nem hozta a kötelezőt. Továbbá. Uh, százalékot estek az ilyen részvényei az elmúlt időben. Az, az elképesztően sok. Jó tudni, hogy a gamereknek, a vásárlóknak, a fogyasztóknak a hangja eljutott addig, hogy egy ilyen uh, nagy társaság, uh, aminek a üzleti praktikái arról szóltak, hogy még többet vegyünk el a vásárlótól, ilyen szinten ki tud ütni. Na most ahogy ez lenni szokott, az IE elnöke, hát erről egy beszámolót kell Adnia ugye a befektetőknek, és megmagyarázni, hogy hát ez miért is kell. Na most ez a beszámoló, ez igazából nyilvános, ezt az ié kirakja, hogy mi az, amit ők úgy gondolnak, hogy elrontottak ebben a, a, a folyamatban. Imádom ezeket a beszámolókat, egyszerűen, hát nem tudom, hogy fogalmazzak meg magyarul, angolul, azt rá, hogy pinken, fluffy, tehát minden ilyen rózsaszín, és nagyon, tehát olyan szinten körbeírják a szart, hogy már jó illata lesz. Szóval ez a legjobb most kicsit lefordítva, hogy mit mondtak ebben a beszámolóban. Elsősorban megemlítették azt, hogy a Battlefield 5 kampánya nem éppen úgy sikerült, ahogy szerették volna, és nem sikerült lendületet venniük ezzel az egész kampányal, miközben a kompetíció, a.k.a. kód, vagy a Red Dead Redemption 2, azoknak a kampány egyre nagyobb és sikeresebb volt, miközben a Battlefield 5-nek a kampánya némi problémákba ütközött elsősorban, ugye, ha lehűjézed a vásárlóidat, meg műveletlennek titulálod őket, akkor megesett, hogy az emberek nem akarják megvenni a játékodat. Továbbá valamiért, hát ezek kiakadt a félvilág, ugye, hogy nők lesznek a Battlefield 5-ben, továbbá ugye azoknak műkarja lesz, és a többi, is, hogy teljesen, történelmileg teljesen uh, ferde az egész játék. Na most, hogy őszinte legyek, én nem tudom, hogy miért akad ki a világ azon, hogy egy Battlefield 5 névre titulált, ami távolról megközelíti a második világháborút, gameplayben, multiplayerben nők vannak. Uh, nem tudom ezzel miért akad ki a világ. Néztem a múltkor Jack Frex csinált egy videót arról, hogy... illetve meginterjúztatta a játékosoknak, és egy jó pár játékosnak feltette ezt a kérdést, hogy téged mennyire érint az, hogy nők vannak ebbe a játékba? Ettől egyik az összes játékos le se szarta, hogy nőkkel is lehet játszani a játékban, mert nem az volt, nem ez a lényeg a játékban, akinek nő tetszik, az válaszom nőt. Na most hát ez van, egy ilyen világot élünk, ebben a században úgy néz ki a Social Justice warrior a uralmat szereznek minden és hogyha egy nem figasz helyesen, és az kielégítően az összes csoportra, akkor úristen mindig felszólal, hogy a te játékod, vagy filmed, vagy bármilyen munkásságod rasszista. Szóval, és az egyik leghangosabb csoport, ugye a feministáknak a csoportja ebből a szempontból, és és úgy érzem, hogy ebben a Battlefield 5 kampányban, és ugye kicsit általánosan az IE túl hangos akart lenni, és túlságosan adnak eh, annak az oldalnak a, az oldalát fogta, és túlságosan hangoztatta, hogy ők mennyire gender equality-re hajtanak. Tudjuk mi ez, senkit nem érdekes, senkit nem érdekel egy videójáték esetében, hogy, hogy van-e benne gender equality vagy nem. Sőt, ha kevesebb gender equality van benne, attól még a történet, a sztori az egésznek sokkal ütősebb és hatásosabb lesz, mélyebb benyomás hagy benned, hogy Ilyen szinten tegyük fel, kivételeztek valamelyik frakcióval. A németek miért nem pofáznak folyton azt, hogy ők a rossz fiúk szinte minden játékban. Szóval, uh, ja, ettől lesz jobb a varázsa, mert hogy mindjárt rátélek a uh, single player kampányra is. Szóval, ahelyett, hogy helyesen promotálták volna a játékot, ahelyett ezen lovagolt az IE, hogy gender equality. És ugye ez kitükröződött, a, a. A másik pedig az első trailer, ugye, ami félmillió jó dislike rendelkezik jelen pillanatban. Ö, egyszerűen hihetetlenül félre mutatta a, ezt a játékot. Mert a játék jó. Tehát. A Battlefield 4 óta ö, nem készült ilyen jó Battlefield, nem sok volt azóta, de. Értitek? Ez a, ez a Battlefield jól sikerült. Annak, aki, mi aki a, jövő mi a jövője, a miatt ennek a játéknak, no para. Elegen játszak ezt a játékot, és az IE azt mondta, hogy meg lesz ez a két éves support, a nagyjából két évente jön ki a Battlefield játék, meg lesz ez a folyamatos két éves content, amit fognak folyamatosan adni, adni, adni. Szóval reméljük az IE tanult ebből az esetből, hogy nem kellene valami olyasmi lovagolni, ami, 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 fölösleges, gondolok itt ugye erre a gender equality valamire. És úgy néz ki, hogy az EA elfelejtette, hogy melyik az a játékos bázis, a, aki többet játszik battlefield a Tehát egy nagyobb csoport, ha tetszik, ha nem, férfiak, fiúk játszák ezt a játékot, és egy kisebb csoport a nők. De hogy azon lovagoljon a gamer világ, hogy most ez uh, történelmileg uh, helytálló-e, ez a játék, vagy nem, headshot, bitch, please. Melyik játék történelmileg, uh, hogy is mondjam, rettentően pontos? Hát a Battlefield... Nem lesz az a játék, valószínűleg sosem. Lehet, van kint oda olyan játék, ami uh, történelmének megfelel a dolgoknak, de a Battlefield sosem volt a sebelyik érájában, sem volt az. Szóval ezen fölösleges volt lovagolni, ezt felkapja, felkapta, aztán minden média, minden aktivista, mind, mindenki felkapta, és ez, ez rettetően elrontotta ennek a játéknak a kampányát, uh, és ez vezetett, és nagyban a sok uh, magyarázat és fölösleges szó közül ezt is ki lehetett venni abban a beszámolóban, amit ugye az elnök csinált. Továbbá hibáztatták a single player hogy nem volt elég jó, és ugye itt mondta, hogy rátérek a single playerre is, hogy nem volt elég jó. Szerintem a War Stories a Battlefield 1-ben és ebben is kifejezetten rendben volt, semmi nagyon extra, de kifejezetten rendben voltak a kampányok, úgyhogy az IE valahogy szereti ráfogni a single playerre a dolgokat, és hogy az emberek már nem akarnak single playert játszani. Mondd ezt mindazoknak, akik megvették a Spider-Man-t, a God of war vagy éppen a Red Dead Redemption 2-t, hogy nem akarnak single playerre player játszani, szóval... Uh, ja, talán némileg itt is tévednek egy picikét. Természetesen csodálkoznak, hogyha egy ilyen uh, rossz kampány után a játékos azt mondja, hogy... Egy ilyen rossz kampány után, és a hajnalán, hogy a Red Dead Redemption 2, vagy a Code Black Ops 4, és annak a, uh, hogy is mondjam, a Battle Royale változata megjelent, tehát természetesen... A nem is értelműből gondolták azt, hogy az emberek kíváncsibbak lesznek egy Battlefield 5-re, mint egy Red Dead Redemption 2-re, hogy összitelek. Főleg ugye az egy bilősége után. És mindez hozzávezetett ahhoz, hogy egy sajnálatos módon egy jó játék megint csak egy ilyen negatív fogadtatást szerezzen. De ne féljük, azért van elég játékos a battlefield is, és megint csak negyed éves beszámolóról uh, van szó. Elég pén, pénzt kerestek ezzel, csak arra az adott időintervallumra nem azt keresték meg, amit szerettek volna. Nos, reméljük a jövőben az ié tanul ebből, mert hogy most ugye itt van az Apex Legends, a Title Forlosoknak a Battle Royale játék, ami full ingyenes, és ehhez nagy reményt fűznek, továbbá az Anthemhez, amihez szintén nagy reményt fűznek, és a sok-sok balhé után, ami körül az ié uh, folyt, amik uh, ugye az EA-nek problémái voltak, reméljük, hogy tanulnak ebből az egészből, és valami jobbat. Tehát ha visszarakják az árcot az elektronik árcba, azt hiszem ez jó befejezés ennek a videónak. Szóval, ja, mert hogy az elmúlt pár évben tehát levágták az ártot az elektronik árcból, és csak Electrolix maradt. <laughs> Na jóval van, köszönöm a figyelmet, ha egyetért, dobj egy lájkot, like iratkozz fel, jobbra, rá a cseggőjelecskére, kérdéseket, válaszokat, kommenteket a téváról várom a videó leírásában, vagy Facebookon, ahol jobban tetszik. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!